És migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta is folyamatosan próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, hogy Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogy hogyan kezeli az illegális migrációt Románia, Szerbia és az Egyesült Államok. Körképünket Romániával kezdjük, ahol egyre valószínűbb, hogy a migrációs útvonal egy újabb ágát építették ki az embercsempészek Románia és Szerbia között. Szakértők szerint legalábbis erre utalnak a megnövekedett esetszámok. Emellett természetesen még mindig nagyon sokan próbálkoznak a magyar határon is nyugatra szökni. Most Bukarestbe kapcsolunk Bot Eszterhez. Eszter, mire alapozzák a szakértők ezt a teóriát, hogy újabb migrációs útvonal van most konkrétan Szerbia és Románia között? Jó reggelt kívánok! Pár hete még afféle kuriózumnak számított az, hogy egy-egy migráns csoport az EU-tag Romániából megpróbált Szerbia felé szökni. Most már azonban nagyon gyakori jelenségé vált, az elmúlt héten szinte naponta számoltak be a határrendészek olyan migráns csoportok próbálkozásairól, amelyek a szerb határ irányába tartottak. Hétfőn egy nepáli és pakisztáni migránsokból álló 4 tagú csoportot állítottak meg az országúton, Temes keresztes térségében. Másik három a határ felé tartó migránst Zsombolya közelében, egy harmadik 7 tagú csoportot pedig Kunszőlős körzetében. Kedden este Kiskomlósnál fogtak el egy hétfős nepáli csoportot, csütörtökön szintén Temes keresztesnél egy 8, majd egy 3 tagú egyiptomi és nepáli migránsokból álló csoportot állítottak meg a román rendőrök pár száz méterre a határtól. A Szerbia felé tartó migránsok kivétel nélkül mind gyalogosan a zöld határon akartak átjutni. Jellemzően 25 és 35 év közötti férfiakból álltak a csoportok, és még egy sajátosság jellemző rájuk, mégpedig az, hogy kivétel nélkül mindannyian jogszerűen munkavállalói vízummal érkeztek ide Romániába. Ugye itt ismételten azzal a problémával állunk szemben, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő Románia közel-keleti munkások ezreinek ad könnyített munkavállalói vízumot, ám ezt sokszor a migránsok csak kiskapunak használják, így tehát legálisan Európába jöhetnek, innen pedig majd illegálisan próbálnak nyugatra szökni. A szerb határ közelében elfogott migránsok kihallgatásokkor szintén azt mondták, hogy ők is nyugati országokba próbáltak eljutni. A nyomozók szerint ezek már nem ötletszerű próbálkozások. Egyértelműnek tartják, hogy a migránsokat embercsempész hálózatok küldik Szerbia felé, és szerintük már nem csak kísérletezésről, hanem talán már bejáratott útvonalról van szó. Hogy merre folytatják útjukat ezek a migránsok, pontosabban azok a migránsok, akiknek sikerül átjutni Szerbiába, nos, azt egyelőre csak találgatni lehet. Az új útvonalat működtető hálózatok felgöngyölítésére alig, ha nem nemzetközi együttműködésre lesz szükség. Természetesen Romániában továbbra is a legnagyobb migrációs nyomás még mindig a magyar határszakaszokon van. A héten például olyan nap is volt, amikor egyetlen nap leforgása alatt közel 200 illegális határa átlépő tartóztattak fel. És ami igazán nagy fogásnak számított a héten, az egy embercsempész hálózat lefülelése volt. Egy olyan bandáról van szó, amelynek tagjai közel 3000 indiai, pakisztáni, bangladesi, nepáli és sri lankai állampolgárnak szereztek jó pénzért munkavállalói vízumot hamis papírok alapján. 14 személyt tartóztattak le ebben az ügyben. A szervezetnek egy belső embere is volt a bevándorlási hivatalnál, aki elintézte számukra, hogy ez engedélyeket soron kívül állítsák ki, és az igénylők iratait ne nagyon ellenőrizzék a hatóságok. A hálózat egyébként nem csak a Romániába jutásokat szervezte meg a migránsoknak, hanem a nyugatra szökésüket is. Hivatalos adatok szerint idén szeptember 1-én közel 120 ezer EU-n kívülről érkező külföldinek volt érvényes munkaszerződése Romániában. Egyre nagyobb méreteket ölt a migránsválság Bosznia-Hercegovinában, és a Horvátország felé igyekvő illegális bevándorlók körében különböző bűnözői csoportok jelentek meg, akik pénzért cserébe segítenek a többieknek átjutni Horvátország területére. A boszniai rendőrök egy afgán bűnbanda felfegyverzett tagjait kapták el a napokban. Tóth Diannát kapcsoljuk most. Néhány napja a horvát határ közelében lövöldöztek migráns csoportok, és fegyveres csoportokat most le is leplezték. A rendőrség régóta kereste ezeket az afgán bűnözőket, mivel gyanúsítják őket?
Jó reggelt kívánok! Egy afgán bűnözői csoport két tagját állították elő a minap a boszniai hatóságok Bihácson, és hogy közük volt-e a pár nappal ezelőtt a horvát határ térségében történt lövöldözésekhez, egyelőre nem erősítették meg. Az azonban bizonyos, hogy már hosszabb ideje kutattak egy nagyjából 10 fős afgán bűnözői csoport után, akik Bihács és Velika Kladusa között húzódó szakaszon tevékenykedtek. Erről számolt be az egyik horvátországi televízió is egyébként. Pénzt kértek tehát a többi migránstól azért cserébe, hogy segítsenek nekik átjutni a horvát határon, azokat pedig, akik nem tudtak vagy nem akartak fizetni, megfenyegették, rabulejtették és fogva is tartották. A csoport tagjai egyébként a hatalmát az egyik közösségi hálón fitoktatta, ami alapján a hatóságoknak sikerült fényderíteniük a bandára. Abban pedig, hogy hosszú időbe telt a felderítésük, az is közrejátszott, hogy a boszniai rendőrök akciói elől több alkalommal is Horvátország területére szöktek a bandatagok. Majd mikor úgy ítélték meg, hogy már nincsenek veszélyben a rendőrök miatt, újból visszatértek Boszniába és folytatták a tevékenységüket. A most előállított két személyt tehát nemi erőszakkal, rablással és egyéb bűncselekményekkel gyanúsítják, ezeket pedig a többi migránson hajtották végre. A rajtaütés során egyikük megpróbált elmenekülni, de a rendőrök őt is elkapták, pisztolyt, két tölténytárat és több töltényt is találtak az illetőnél. Egy másik, ugyancsak a héten történt hatósági intézkedés során pedig a boszniai határrendészeknek Velika Kladusa közelében Sturlicnál akadt dolga, ahol egy üresen álló házba költöztek be a migránsok. Az egyik boszniai hírportál riportere is jelen volt az akcióban, és az általa készített telefonos videófelvételen jól látszik, amint a migránsok egymást követve hagyják el az épületet. Nem kevesebb, mint 75 migráns bujkált az emeletes házban, négyük kivételével pedig mindannyian afgánnak vallották magukat, még négyen azt mondták, hogy Sierra Leone-ból indultak útnak. Egyre mozgalmasabbak tehát a napok Boszniában is, ahol mostanra már nyilvánvalóvá vált, hogy a migránsválság újból visszatért, és egyre nagyobb terhet ró, elsősorban a Horvátországgal határos területekre. Volt Eszternek és Tóth Dianának, köszönjük szépen! És nincs válságterve az amerikai kormányzatnak az illegális migráció megállítására. A republikánus képviselők szerint a Biden kormányzat nem tudja kezelni a migráns helyzetet. Hivatalba lépése óta mintegy 8 millióan érkeztek illegálisan az országba, akikről azt sem lehet tudni, hogy hol vannak. Nárai Balázs összeállítása következik. Ha az ember az Egyesült Államok déli határán, a mexikói határnál készült felvételeket nézi, akkor az a benyomása keletkezik, hogy ebbe az országba csak az nem jön be illegálisan, aki nem akar. Ezek a felvételek arról szólnak, hogy Texas államban, az ottani határszakaszon a határőrök maguk vágják át a szöges drótot, hogy beengedjék azokat, akik sorban állnak. Ez a helyzet és ezek a képek, felvételek láthatóak az elmúlt napokban. A Fehérház, illetve a kormányzat láthatóan válságtervvel nem rendelkezik, illetve nem jelentett be ilyet. A Fehérház szóvője a héten arról beszélt, hogy nem igaz az, hogy káosz lenne a határon, és az sem igaz, hogy nem tudnák garantálni, biztosítani a határ őrizetét. A republikánusok ugyanakkor azt mondják, hogy a Biden kormány nyitott határokra, bevándorlás, megengedő bevándorlás politikára építő eljárása megbukott, ez a politika megbukott, és hogyha számokban nézzük ezeket, akkor ez azt jelenti, hogy Texas államban Eagle Passnál, ami az egyik legfrekventáltabb helye az illegális határátlépéseknek, ezen a héten volt olyan 24 óra egy jelentés szerint, amikor 2000-en jöttek át. Csak augusztusban a szövetségi határőrizeti hatóság adatai szerint 232 000 volt a regisztrált illegális határátlépések száma, és az elmúlt 11 hónapban már 2,2 millió, tehát a pénzügyi év szeptemberi végével vélhetően minden idők legmagasabb illegális regisztrált határátlépői számát
mondhatják el majd az Egyesült Államok hatóságai, és emellett a hatóságok szerint, akik nem regisztráltak, észrevétlenül léptek át a határon, olyan 7-800 ezeren vannak. A republikánusok azt vetik az elnök szemére, illetve az elnök bevándorlás politikájának bíráló is, hogy hivatalba lépése óta mintegy 7-8 millió ember lépett be az országba, az Egyesült Államokba, akiknek a jó részéről nem tudják, hogy hol vannak, sőt, egy részükről azt sem tudják, hogy kik azok. Hogyha közéleti személyiségekről beszélünk, akkor Elon Musk a héten csütörtökön szintén a déli határhoz látogatott, és ott a helyzetre, az illegális határátlépések káraira hívta fel a figyelmet, beszélgetett határőrökkel, és élő bejelentkezést adott magáról a határról, a határszakaszról, ahol arról beszélt, hogy ő bevándorlóként bevándorlást pártolja, de ennek csak olyanokra kell vonatkoznia és szabad vonatkoznia, akik dolgozni akarnak, és akik becsületes emberek, de semmiképpen nem az illegális határátlépésekre. Elon Musk hétfőn még Novák Katalinnal tárgyalt demográfiai kérdésekről, majd 3 nappal később jelent meg Eagle Passnál a texasi határon, hogy ott a helyzetet felmérje és erről beszámoljon. A vállalkozó üzletember tehát járt a déli határon, aki nem járt ott, az Joe Biden elnök, holott csütörtökön szintén Arizona államban járt, ami határállam, és kampányrendezvényen vett részt. Az elnök az elmúlt hónapokban egyszer járt a mexikói határnál, útban Mexikó felé néhány órát töltött ott. És amikor ezt a tudósítást adom, ezekben a percekben is tömegek állnak sorban az Egyesült Államok déli határán, hogy belépjenek az országba, vélhetően ezt meg fogják tenni, és hogy ez a helyzet mikor változik meg, arra válasz nincs egyelőre.